Csaba, légy szíves, egy lépés magadnak jobbra tegyél meg. Rendhagyó módon készülnek az ünnepekre az opera művészei. Szemerezit a Sáfár Orsolya, László Boldizsár vagy Balga Gabriella csak néhány énekes azok közül, akik részt vesznek az opera legújabb programjában, egy online adventi kalendárium elkészítésében. Viszont a közelített a baloldal, mert minden jobb oldalon. Szegedi Csaba épp a számára szokatlan feladatra készülődik az Eiffel Műhelyház hevesi termében. Életem egyik legnehezebb kiállása, de remélem, hogy ez majd a nézőknek majd átjön ezen a felvételen, hogy benne volt szívem, lelkem. Hogy mi is ebben az olyan nehéz, rögtön kiderül. Az opera honlapján és közösségi oldalán egy online adventi naptárba csodás dalokat, áriákat, balettrészleteket rendezett, ezzel ajándékozza meg 26 napon át közönségét a karácsonyi készülődés időszakában. A kalendárium egyik ablakába kerül ez a barokk muzsika is, ami az előadókhoz igen közel áll. Ez most egy ilyen kivételes helyet foglal a szívemben, ugyanis ezt még nem is ismertem. Ráadásul kihívás volt az is benne, hogy az eredeti hangnemhez képest egy oktával feljebb énekeltem. Nem könnyű se az énekesnek, se a trombitásnak, elég nagy kihívás, egy magas regiszterben van írva, viszont nagyon szép. Ez pedig egy jól ismert duett, egy jól ismert Puccini operából, amelyben a főhősnő tüdőbeteg. Kérdés, hogy változik-e az előadók szerepformálása most, a járvány időszakában, amit mindenki másképp él meg. Ennek az egy duettnek a kapcsán nem. Majd talán, hogyha színpadra megyünk a teljes szereppel, vagy akár ha a keresztmetszetet eljátsszuk, de kifejezetten, ha csak a szerep színészi vonalára gondolok, akkor abban én azt szoktam megélni, hogy ilyen meglepetésszerűen törnek elő belőlem évadról évadra újdonságok. Minden zenéhez való viszonyunkat felülírta ez a Covid, úgyhogy tényleg egy ilyen duett más értelmet kap. Szerepben biztos, hogy másképp énekelném. Az, hogy most a kalendárium kinyíló ablakában, hogy énekelem, az nem biztos, hogy megáll azzal, mint hogyha előtte eléneklem azt a sok mindent, amit Puccini beleírt gyönyörűen. Egy áriát a művészeknek nem ritkán, többször kell a lehető legtökéletesebben elénekelnie. Az, hogy az egész áriát úgy adjam elő, hogy minden a helyén legyen, az volt a legnagyobb nehézség. Mindig máshogy sikerül, sosincs teljesen ugyanúgy. Persze az ember arra törekszik, hogy mindig a legjobb formáját hozza. S hogy Szegedi Csaba miért izgult? Mert egy visszafogott könyörgést énekelt, operai erősséghez szokott énekes létére. Az elmúlt 10 napom nekem erről szólt, megmondom őszintén, nekem az annyira más világ, ugye mondtam is itt viccből a kollégáknak, hogy inkább énekelnék 29 prologot, meg jágokrédót, bármilyen sokkal nehezebbnek tűnő dolgot, mint ezt, mert ez rendkívül más világ, rendkívül letisztult. Itt nem lehet mellé beszélni, nem lehet nagyokat énekelni, itt lehetőleg egy levegővel kellene ezt a könyörgést elmondani. Nem csak online térben készül karácsonyra az opera. Attól függetlenül, hogy nincsenek előadások és a diótörő fesztivál sem lesz megtartva, az intézmény épületei azért idén is ünneplőbe öltöznek. A karácsonyfa és a fények is jelzik, hogy a vírus helyzet ellenére az ünnep nem maradhat el.